Szeretettel köszöntök mindenkit a YouTube csatornám elindítása óta. A legnagyobb nézettségű videóm itt ezen a csatornán az oltások utáni rejtélyes halálozások címet viseli. Ebből is látszik, hogy milyen óriási igény van arra a tényfeltáró munkára, amelyet Magyarországon kizárólag a Mi Hazánk mozgalom végez, most már a Koronavírus Kutatóközpont segítségével, amelyet szintén mi állítottunk fel, ugye dr. Pál Jenő vezetésével, és ez is mutatja, hogy a mainstream média és itthon a magyar kormány is teljesen elhallgatja a Covid oltások mellékhatásairól szóló híreket. Eközben azért a világ sajtóban megjelent néhány olyan elképesztő és hát idegeket borzoló hír oltások mellékhatásaival kapcsolatban, ami azért mindenféleképpen ijesztőnek számít. Ilyen volt például az Amerikai Egyesült Államokban egy 13 éves fiú esete, aki a második Pfizer oltása után nem ébredt fel többé az álmából, és meghalt, emiatt nyomozást is indítottak, illetve éppen néhány héttel ezelőtt itt Európában, Franciaországban egy francia ügyvéd indított pert az állam, illetve a vakcinagyártók ellen, ugyanis egy 13 éves fiú gyakorlatilag megvakult, szintén a Pfizer oltása után, és emiatt ez a francia ügyvéd, konkrétan név szerint Eric Lanzaron azt állítja, hogy a 13 éves tinédzser a látásának 90%-át a Pfizer oltás miatt veszített el. Tehát láthatjuk azt, hogy szerte a nagyvilágban vannak olyan hírek, amelyek az oltások utáni mellékhatásokról szólnak, ennek ellenére teljesen elhallgatja a média, illetve a kormányok ezeket a híreket, és ami ennél is fontosabb, hogy továbbra sem vállalnak felelősséget, sem a vakcinagyártók, amelyek óriási hasznot húznak a vakcinákból, sem pedig a kormányok. Ez így van Magyarországon is. Ezért mi folytatjuk a tényfeltáró munkánkat, és a koronavírus központunkhoz rengeteg, most már nyugodtan mondhatom, hogy több száz, sőt több ezer olyan e-mail, olyan megkeresés érkezett, amely itt Magyarországon oltások utáni mellékhatásokról szól. Azonban, amikor megpróbáltuk a munkatársaimmal együtt felvenni a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, honfitársainkkal, akkor rendre azt a választ kaptuk, hogy nem merik vállalni a nyilvánosságot. Ugye van konkrétan egy Nógrád megyei történetem, ami engem nagyon-nagyon meglepett, ahol lerokkantosítottak, rokkan nyugdíjassá tettek egy embert, aki azt állítja, hogy orvosi papírja van arról, hogy Covid-oltás mellékhatásaként alakultak olyan problémák nála, amelyek ezt okozták, szívproblémákról beszélek, hogy nem tudja a munkáját elvégezni, és akkor megkérdeztem, hogy vállalná-e, hogy így a videómban nyilvánosság előtt elmeséli a történetét, akkor az volt a válasz, hogy nem meri, mert attól fél, hogy még azt a pici kis pénzt, rokkan nyugdíjat gyakorlatilag, amit kap, azt is majd elveszik tőle. Én azt gondolom, hogy ilyen körülmények között azért nekünk is nagyon nehéz a dolgunk, nagyon nehéz a tényfeltárás. Ugyanakkor azért meg is értem a honfitársainkat, mert látjuk azt, hogy a hatalom hogyan kezeli ezt a kérdést, és hát sokszor indokolt a félelem, de azért mégiscsak az a tapasztalatom, hogy amikor nyilvánosság elé állunk, az a legnagyobb védelem. Tehát tényleg arra buzdítok mindenkit, hogy továbbra is nyugodtan írják meg nekünk a saját történeteiket. Ma pedig szeretném egy picit megint az igazságot feltárni és megmutatni, hogy mi a helyzet az oltások mellékhatásaival kapcsolatban. Hát először is egy közvéleménykutató cég, a Coninver közvéleménykutató és piackutató Kft. Egy 5000 fős mintán végzett az oltásokkal kapcsolatban egy nagyon-nagyon érdekes kutatást. Bemutatom ennek az eredményeit, amelyek azért tartalmaznak érdekes megállapításokat. Az első ábra, amit itt közben látnak, a kötelező oltásokra kérdezett rá. Magyarországon mindössze a megkérdezettek 34%-a válaszolt igennel, tehát csak 34% támogatná a kötelező oltást, 66% nem támogatja a kötelező oltást. Nyilván ez az oka annak, hogy a balliberális oldal például, amely eddig abszolút oltáspárti volt, és már a negyedik oltást követelte, január 11-én megjelent
közös nyilatkozatában a Jobbik, a DK, a Momentum és a többi balliberális párt most a Jobbikra osztotta azt a szerepet, hogy a kötelező oltások ellen egy semmit nem érő, az adatgyűjtésen kívül semmit nem érő petíciót indítson. Nyilván ez egy szokásos, az ELF-tán a Jobbiktól szokásos ilyen választási kampányfogás, de nyilván ennek az az oka, hogy Magyarországon 66%-a a választadóknak nem támogatja a kötelező oltást. Közben itt látják a következő ábránkat. Itt már azt a kérdést tette fel a közvéleménykutató cég az 5000-es mintáján, hogy beoltatná-e magát újra az, akit már egyszer beoltottak. Nagyon érdekes, mert itt a válaszadók 83%-a, tehát elég magas aránya azt mondja, hogy beoltatná, 17% mondta csak azt, hogy nem oltatná be magát. Itt azonban azért azt is figyelembe kell venni, hogy sokan félnek, mert azt gondolják, hogy egy közvéleménykutató cég az gyakorlatilag a kormányt vagy a hatalmat képviselheti, és néha lehet, hogy az igazságot sem merik bevallani. A következő ábrán azt láthatják, hogy mi a véleménye a magyaroknak arról, hogy leküzdhető-e oltásokkal a koronavírus. 54% azt mondja, tehát a többség azt mondja, hogy az oltásokkal nem lehet leküzdeni, ami ugye nem meglepő, mert most már látjuk, hogy az oltások nem állították meg a koronavírust, és hát nem szűnt meg a koronavírus azóta, amióta a Covid-oltásokat megkapják az emberek. 46%-a mondta azt a válaszadóknak, hogy szerintük az oltásokkal leküzdhető a koronavírus. A következő ábra, amit most látnak, az pedig azt mutatja, hogy beoltatnák-e a válaszadók a 12 évnél fiatalabb gyermekeket. 69% nemmel válaszolt, tehát itt nagyon magas azoknak az aránya, akik ellenzik a gyermekek oltását. Ennek nagyon örülünk, hiszen a Mi Hazánk mozgalom az első pillanattól kezdve határozottan ellenzi a gyermekek oltását, és 31% mondta csak azt, hogy a gyerekeket is be kell a Covid vakcinákkal oltani. És akkor itt jön a végén a legfontosabb kérdés, a legfontosabb ábra a mai videónk szempontjából. A hosszú távú mellékhatások az oltás után címet viseli, tehát hogy hányan mondták azt, hogy hosszú távú, ez nagyon fontos, tehát nem rövid távú, nem egy-két napig tartó hőemelkedésről beszélünk, tehát hogy hányan válaszoltak úgy, hogy a Covid oltások után hosszú távú mellékhatások alakultak ki náluk. Itt 12%-a a válaszadóknak mondta azt, hogy nála kialakult, 88% mondta azt, hogy nem. A 12% az mindenféleképpen magas, hiszen azt azért tudjuk, hogy Magyarországon körülbelül 6,5 millió oltott emberről beszélnek most már hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy ha még ugye itt azt is számításba vesszük, hogy nem nagyon mernek az emberek beszélni, az a saját tapasztalatunk is a hosszú távú mellékhatásokról, akkor a 12% az azért nagyon magas, mert az akár 700 ezer és 1 millió fő közötti számot jelent, tehát ennyien küzdenek ma Magyarországon hosszú távú mellékhatásokkal Covid-oltás után, és azért 700 ezer, vagy 800 ezer, 900 ezer, vagy akár 1 millió magyar honfitársunk, az nagyon-nagyon sok. Nagyon sok olyan honfitársunk van tehát, aki olyan problémával küzd, amiről a mainstream média, és főleg a kormány, vagy akár a balliberális úgynevezett ellenzék egyáltalán nem beszél. Hát mi most akkor beszélünk ebben a videóban. A hölgy olyanról számol be, amiről rengetegen beszámoltak nekünk korábban, és ezt már elmondtam. Tehát nagyon sok olyan hölgy írt nekünk, aki azt mondta, hogy menstruációs problémákat okozott a Covid vakcina náluk, illetve hát nagyon sokan aggódnak, akik akár várandósak voltak, áldott állapotban voltak, és úgy is kaptak oltást. Ezzel kapcsolatos rendellenességekről kaptunk e-maileket, de ezek a hölgyek sajnos nem vállalták a nyilvánosságot, így ezekről nem tudok beszámolni. A most következő hölgy azonban volt olyan bátor, hogy ő elmondja a saját történetét, azonban jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban él, így aztán Skype-on keresztül készítettük el vele a beszélgetést, ami most következik. No, üdvözöllek, Niki, és köszönjük szépen, hogy vállaltad, hogy elmondod a nyilvánosság számára is, hogy milyen oltás utáni ijesztő mellékhatások következtek be nálad. Ugye azt azért mondjuk el a nézőknek közben, hogy azért Skype-on keresztül beszélgetünk, mert te az Amerikai Egyesült Államokban vagy, ugye? Ott tartózkodsz. Milyen oltást kaptál konkrétan, és mikor kaptad? Én a Modernát kaptam, itt van a kártya is, előkészítettem, hogy meg tudjam mutatni. 2021. április 21-én kaptam. És aztán mi történt?
az volt a második oltás. Tehát az már a második? Tehát 2 Modernát kaptál? Igen. Az volt a második, és nekem utána másfél héten keresztül késett a menstruációm, és utána megjött. Utána egy hónapon keresztül zöld belőlem a vér. És egyébként azóta mi a helyzet veled? Most már ugye eltelt elég sok idő. Például segítette mondjuk a Covidot elkerülni. Tehát a koronavírust segítette legalább az oltás elkerülni, ha már ilyen mellékhatásokkal járt. Nem, múlt héten lettem pozitívra tesztelve. Tehát most jelenleg is covidos vagy akkor ezek szerint? Múlt héten pozitív lett a teszted? Tüneteid is vannak? Héten pozitív lett. Nem értjük, hogy lehet, hogy már előtte elkaptuk, és ugye, hogy a múlt héten teszteltünk, és attól lett, hogy az hozta ki pozitívra, mert tegnap este teszteltem, és akkor meg negatív. Nem értjük ezt az egészet. De tüneteid is voltak, illetve vannak most? Igen, köhögök, rettenetesen folyik az orrom, iszonyat fáradt vagyok, csak alszom. És akkor gyakorlatilag nem is szűntek meg ezek a mellékhatások, amiket az előbb felsoroltál? Tehát még most is küszködsz, az utóbbi hónapokban is küszködsz? Így van. De a menstruációs problémák is megmaradtak, meg a remegés is? Ó, ezek apró problémák, tehát a remegés ez körülbelül egy olyan 4 hónapja jött ki, és az így. Ez állandóan. És ami még van, iszonyatos fájdalom van bal oldalon a bordámba. Ezen a részen. Itt. Ez gyulladások lehetnek? Vagy nem mondanak semmit az orvosok? Azt mondta utoljára az orvos, amikor két hete voltam körülbelül az emergency-n, hogy ilyen bordak közti gyulladás, tehát ilyen izomgyulladás. Ez tipikus, csak azért kérdezem, mert nagyon sok helyről hallunk kifejezetten mRNA-s vakcinák kapcsán, ugye szívizomgyulladás, ugye ezt hivatalosan is elismeri már a vakcinagyártó, de nagyon sok helyről halljuk, hogy nem csak szívizomgyulladást, hanem másfajta gyulladásokat is okoz. És mit mondanak az orvosok, amikor te azt mondod, hogy szerinted köze lehet a Moderna oltáshoz ezeknek a mellékhatásoknak? Egyetlen egy orvos sincsen, aki azt mondaná, hogy igen, ez lehetséges, hogy az oltás mellékhatása? Egy orvos volt, aki azt mondta, hogy egyetért velem. A többi, ugye olyanok történtek, nem kaptam meg zárójelentést. A másik orvos azt mondta, hogy bezáratnak a pszichiátriára. A most következő beszélgetésben pedig egy sportszakemberrel, egy atlétikai edzővel, Gedeon Zsolttal fogok majd beszélgetni, aki a világhálón a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, ami óriási port kavarta a Facebookon és a közösségi médiában, ugyanis a sportszakember saját tapasztalatairól számolt be, amelyek arról szólnak, hogy akiket ő edz, és itt gyermekektől, tinédzserektől, fiatalokon át egészen fölnőtt emberekig beszélünk, tehát azt állapította meg, hogy jelentősen csökkent a teljesítményük oltások után, és ez a bejegyzése a Facebookon, ahogy mondtam, nagyon sok mindenkihez elért, nagyon sokan beszélnek róla. Hallgassák meg, hogy amikor mi találkoztunk, akkor hogyan számolt be élőszóban arról, amit már a Facebookon megírt, és hogyan egészítette ki a tapasztalatait az oltásokkal kapcsolatos ijesztő mellékhatásokra vonatkozóan. Gedeon Zsolt a mai vendégünk. Igen, igen, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy a tegező viszony az így kialakult közöttünk. Az egész az úgy indult, Laci és kedves nézők, hogy ugye kitettem egy posztot a Facebookra, egy sima írományt, amit nem a nagyvilágnak címeztem, hanem ugye a közeli ismerősöknek, mert úgy voltam vele, hogy akit lehet, mentsek meg. Tetszik vagy sem, én ezért sokan megköveztek engem a szűkebb és a tágabb környezetembe, szakmába, akár a szülők közül is hozzáteszem, hogy én ezekre a szülőkre nem haragszom, mert úgy gondolom, hogy a nyilatkozatomban, egy videó nyilatkozatomban mondtam, hogy ők félre lettek vezetve. Tehát akit félre vezetnek, az úgy gondolom, hogy arra nem lehet haragudni. Tehát, hogy én nekik is azt üzenem minden, hogy, és minden magyar embernek, mindenkinek a világon, hogy egy picit üljön le, úgy, mint most mi, beszélgessenek egymással, ugyanis azt látom, hogy
világháló és a kommunikációs csatornák az az igazságot az elhallgatja. Közben előttünk minden edzők előtt és orvosok előtt minden a szemünk előtt zajlik. Erre persze most lehet azt mondani, hogy kreálmány, kitaláltam, hogy én most itt szerepelni akarok, hozzáteszem, a Mi Hazánkkal semmiféle kapcsolatom nincs. Számomra egy szimpatikus párt, azt azért megjegyzem, főként azért, mert a gyermekek oltása ellen is kardoskodik és küzd. És miután látom a szakmámban, az atlétikán belül, hogy mik történnek, ezért nagyon-nagyon jó, hogy mi most itt tudunk egymással beszélgetni. Az, hogy miért csak én beszélek erről a magyar atlétikában és a magyar sportban, annak szerintem tök egyszerű oka van, félnek az emberek, nem mernek róla beszélni edzők. Közben azért, amióta kiposztoltam az írományomat, és másoknak is nyilatkoztam, hogyha bárki megnézi az oldalamat, akkor ott azért van egy több mint egy órás beszélgetés, ami után annyi messenger üzenet érkezett az én oldalamra, hogyha arra a Pegasus szoftvert most ráállítják, akkor ott lesz nem ulas. Képzeljétek el, hogy orvosok, tényleg komoly orvosok, gyermekorvostól egészen a plafonig, amit csak el tudtak képzelni, megkerestek, és rengeteg edző, kosárlabda, tehát más sportágokban, akik úgy kezdték, hogy gratulálok Zsolt, végre valaki elmeri mondani, végre ebbe az országba valaki kimeri mondani, de ők nem merik, ők messengeren merik, persze mert féltik az állásukat, azért itt vannak olyan edzők, akik nem megye háromba edzősködnek, hanem tényleg a kosárba is, a fociba, a judóba is nagyon magas szinten, válogatott szinten dolgoznak, és ők is ugyanezeket elmondták. Mert amikor én ezeket a problémákat tapasztaltam a csapatomon belül és a magyar atlétikában, amiről csak így edzők egymás között beszélgetünk, de nem teregetik ki, nem vállalják fel nyíltan akár a szövetség felé, vagy bárki felé, vagy az orvosi kamara felé, hogy gyerekek, nagyon nagy a baj. A sportolóink hullanak, mint a legyek. Szó szerint kell érteni, amit most mondok. Nem meghalnak, de nagyon-nagyon-nagyon komoly problémákkal küzdenek, vagy majd fognak, és ennek már mi már látjuk a jeleit. Ez így van. Régen is voltak rosszul sportolók, régen is volt teljesítményingadozás, menszesz kimaradások. A menszesz kimaradás az lehet sok mindentől, hogyha valaki túlterhelnek. Ebben most nem mennék bele, de amit a Facebook interjúban is elmondtam, hogyha valaki rámegy, akkor ott meg tudjátok nézni, ott is elmondtam, hogy most így nagyon-nagyon töményen jönnek ezek, és szemmel láthatóan, és amikor van egy csapatod, mint az enyém, és évekig úgy dolgozol, hogy semmi komplikáció, ugyanis itt a gyerekek meg a versenyzők azért orvosi kontroll alatt vannak. Az más kérdés, hogy mondjuk a magyar sportkórház, a sportorvoslás az megint egy vicc kategória, de azért valamilyen szintű orvosi kontroll alatt vannak. Nem volt jellemző az a csapat, amire mindig nagyon büszkén mondtam az embereknek, hogy sportoltasd a gyerekedet, mert egészséges és erős lesz, és nálunk nincs beteg a csapatban. Na most ahhoz képest, amit mondtam neked az interjú elején, hogy vannak olyan gyerekek, hogy heti váltásban, rotációban mennek haza, és ezt egy debreceni gyermekorvos hölgy is megerősítette, hogy ő is azt tapasztalja, amit én mondok, hogy azok a gyerekek, akik oltva vannak, azok gyakorlatilag folyamatosan, inkább azt mondom, hogy sűrűn betegek. Sokkal-sokkal, én ugye otthon jegyzetelek, számítógép, már csak azért is, hogy lássam, hogy ki mikor volt beteg, mert hogyha visszajön, akkor az nem terhelhető úgy, hiszen beteg volt, nekik adni kell egy idősávot, amikor visszahozod a rendszerbe, úgymond. És szembeötlöm, amikor nézem a gépen, meg otthon jegyzetelek a kis noteszembe, hogy megint beteg, és én pontosan tudom a csapatom, hogy ki oltott, ki nem, már csak azért is, mert amikor ez az oltási procedúra beindult hazánkba, szerte a világon, akkor ugye jöttek a hírek, hogy esnek össze sportolók, halnak a sportolók, beszéltem orvosokkal, akik még ugye nem álltak be a Pfizer és egyéb gyógyszergyártó cégek udvarába, és ők azt mondták, hogy Zsolt, itt nagyon-nagyon komoly problémák lesznek a jövőbe, ezért én azt mondtam a szülőknek, és ezt hál' Istennek a szülők el is fogadták a csapatba, hogy annyit kérek szépen mindenkitől, hogy az, aki beoltatta magát, az jelezze felém, ugyanis írásban.
Tehát én csináltam egy nyomtatványt, és kiadtam a szülőknek, ez nem tudom, hogy mennyire jogszerű vagy jogszerűtlen, nem is érdekel, viszont az érdekel, hogyha bármelyik oltott gyermeknek vagy felnőtt futomnak szív problémája akad, esetleg edzésen is összesik, ha ez engem terhel. Tehát, hogyha erről nincs egy írás, hogy figyelj, ó, és utána tudod, de tudjátok, el lehet indulni egy vizsgálaton, hogy azért mégis be volt oltva, esetleg megvizsgálni, hogy szívizomgyulladás volt, de hogyha nekem esnek össze majd az edzésen a gyerekek, az Isten nem mossa le rólam, hogy én bűnös vagyok. Közben nem bűnös vagyok, nem mi edzők, és ezt mondom minden edzőnek, szakembernek, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell most már bánni azokkal a sportolókkal, akik be vannak oltva. Nekem múlt pénteken volt egy olyan beszélgetésem, ami este 8-tól hajnali egyig tartott. Egy Zoom beszélgetésem. Orvosneveket most nem említenék, mert nem járultak hozzá, de megkerestek engem ugye a Poszt, ugyanúgy, ahogy ti is, igen, a Mi Hazánk. Megkerestek engem, hogy érdekelne az, amit én kiposztoltam, csak bővebben. És utána kialakult a Zoom beszélgetésben egy 4-5 órás nagyon komoly eszmecsere. És én annyit kérdeztem az orvosoktól, és itt voltak Finnországból, mind szerte az országból, külföldről, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy azok a sportolói, akik be vannak oltva, hogyan tudom őket segíteni, esetleg a szülőknek mit tudok mondani, hogy milyen vitaminokat, készítményeket, bármi, ami segíthet, hogy ne legyen probléma. És Laci, tudjátok, mi volt a legszörnyűbb? Én nem vagyok cukorból, elég harcedzett paraszt gyerek vagyok, de kicsordult a könnyem, amikor a választ megmondták. Azt mondták, nincs. Nincs. Ezek olyan kutatóorvosok, gyerekek, traumatológusok, szívsebészek, akik jelenleg is praktizálnak, esetleg nem itthon már eltakarították őket, és amikor megkérdeztem tőlük azt, hogy hogyan tudnék segíteni a tanítványaimnak, akik be vannak oltva, azt mondták, nem lehet. És ezeknek sem érdekük hülyeséget mondani. De hogy nem lehet arra számítani, hogy akinek, ugye ezt mondja a Big Pharma. Ugye én éppen most mutattam egy videómban, Genfben jártam, ENSZ diplomatákat találkoztam más ügyben, migráció és egyéb ügyekben, és ugye meglátogattam a Világgazdasági Fórumot, ugye Bill Gates a fő támogató, a Big Pharma, a nagy gyógyszergyártó, vakcinagyártó cégek, a Pfizer és a többiek. Ugye ők mindig azt javasolják a kormányoknak, hogy még több oltás, de hát oda megy a profit, tehát oda megy a pénz, amit az oltásokra igen, a kormányok igen. kifizetnek. Az a szörnyű most számomra, ők hogy... nyilván nem fogják elismerni, hogy hány ilyen eset van, hogy van. De ugye ők azt mondják, hogy például ez a szívizomgyulladás, hogyha kialakul, akkor ez aztán elmúlik. Nem, pont ezt mondták az orvosok, amikor volt ez a hosszú beszélgetés, mert azt mondtam, hogy azért én is jártam edzőire, tanultam komolyan a vizsgáimra, és tudom, hogy a szívizomgyulladás elmúlik, de azt mondta az egyik doktor úr, nem akarom betájolni, hogy hol dolgozik, nem ez a lényeg. Azt mondták egyöntetűen, és a Finnországból is megerősítették, ugye ez egy élő Zoom beszélgetés volt, hogy egyszerűen ez a vakcina speciálisan úgy működik, hogy nem tudod visszafordítani a folyamatot. Az tehát mRNA-s. Igen, és engem is az keresnek mindenhonnan, hogy mindenféle termékekkel keresnek meg emberek szerte az országban, hogy majd segítenek. De az orvosok, akikkel beszéltem, azt mondták, hogy itt nincs olyan termék, nincs olyan, hiába iszod az aloe verát tonna számra, ez nem olyan, hogy ki lehet pucolni, meg elmész rezonanciára, stb., amit csak el tudtok képzelni. Azt mondták, hogy ebbe az a szörnyű, hogy nem lehet visszafordítani a folyamatot. És hát, konkrétan mit látsz azoknál, mondjuk így korosztály szerint, akik nálad edzenek, akik sportolnak? Mit látsz? Mert nyilván, mint ahogy édesanyámmal történik, ha megáll a szíve, összeesik, ilyet is láttunk. Ott volt például a Dán labdarúgó válogatott a tévékamerák előtt. Igen. Tehát van egy ilyen történet. Ott kezdődött. Ott megáll mondjuk a szív. Azt értjük. De ezen kívül mit veszel észre azoknál, aki hála a jó Istennek nem esik össze, nem áll meg a szíve? Tehát miket vesztek észre, mit lehet teljesítménycsökkenés? Azt is, és amiről még azért beszámolnak. Tehát konkrétan nem tudom, a 100 méter gyorsabban lefutott a korábban, most lassabban? Mondok egy példát. Én azt hozzá kell tennem, hogy én ezt a csapaton belül azért nem igazán szeretem szóvá tenni, hogy
Tehát nálunk nincs azért az, hogy oltatóltatlan. A szívünkben nincs olyan, hogy oltatóltatlan, az én fejemben, tehát az eszemben kell, hogy használjam ezt, hogy oltatóltatlan, most már kell. És ez nem az oltottak ellen irányul, ezt elmondtam a másik beszélgetésben, ez nem, pontosan nem. Őértük, pontosan őértük ülök itt, és beszélgetek veled, és pontosan őértük tettem ki a Facebook posztomat, mert egy darabig azért szívtam én Facebook is. Facebook nem törölte le? Tehát nem ért cenzúra? Nem törölte le, úgyhogy csodálkoztam is, mert azért a Facebook az Facebook. Nem törölte le. Viszont tényleg a szülőknek sem jelzem. Van olyan szülő, aki most már azért megorolt rám, hogy miért nem fejlődik a lánya? Uh-huh. Vagy miért nem fejlődik a fia? És tudjátok, nem mondhatom azt nekik, hogy figyeljetek, tudjátok, mit figyeltem meg? Hogy az oltatlan sportolóim gyönyörűen fejlődnek, hozzák az eredményeket, és azok, akik be vannak oltva, betegek, ez fáj, az fáj, és a stopperrel, amikor mérek, még a tavalyi vagy a tavaly előtti edzés eredményeket vagy verseny eredményeket se tudják hozni. És erre is azt lehet mondani, hogy valami kitaláltam valami fantázia, de más edzők ugyanezt írják nekem Messengeren, kosárlabda, judo, karate, labdarúgás. Folyamatosan jönnek az üzenetek, hogy Zsolt, mi ugyanez, erről tudunk beszámolni. Csapaton belül is és más atléta csapatoknál is előfordul egyre sűrűbben, hogy ugyanis a gyerekeket és a fiatal sportolókat Pfizerrel oltották, és aztán ez már nem az Zoom beszélgetésben volt, ez már utána privátba egy kutatóorvossal, és ő azt mondta, hogy ők 94-ben kiszálltak ebből a kutatásból a kollégáival, néhány kollégáival, mert szó szerint így fogalmazott, hogy rájöttek, hogy ez biológiai fegyvert terveznek. Dr. Letoha Tamás, kutatóorvos. Konkrétan biológiai fegyvernek nevezi akivel beszéltem, ő ugyanezt. Igen, nevezi ugye a koronavírust. Közben felmerült bennem egy kérdés, mondtad a sportolók teljesítményét. Mi van azokkal, aki mondjuk nem kapott oltást és átesett a Covid-on? Ott nem vettél észre ilyen teljesítményt? Semmi. Azt el kell mondjam neked és a kedves nézőknek, hogy ha nézem globálba a csapatomat, elég sokan vagyunk, tehát nem azon, hogy 12-en és akkor, hanem közel 70-en vagyunk, tehát azért vagyunk. Ha azok a gyermekek vagy szülők, akik átestek a Covid-fertőzésen, azt mondom, hogy szinte mindenki egytől egyig nagyon-nagyon könnyen, egy-két kivételtől eltekintve. A gyerekekre azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem viselte meg őket. Tehát ez hihetetlen, hogy nem viselte meg az oltatlan gyerekeket. Ezért leoltani az egész országot, az összes gyermeket, és utána pedig azt látjuk edzők, már akik nem adtuk el magunkat a rendszernek, mert ugyanaz működik a sportban, mint a politikában, mint a orvoslásban, ugyanez működik az atlétikában. Jó, de ez nem meglepő. Tehát a Magyarországon, Nigériához hasonlóan szinte minden sportszövetséget politikus vezet. Abszolút. Tehát a Magyar Atlétikai Szövetség. De mindegyiket, a birkózókat. Most mondhatjuk azt a szövetségbe, a Magyar Atlétikai Szövetségről, hogy nem politikus vezeti, de a Magyar Atlétikai Szövetség vezetősége mögött politikus áll, akik vezetik, azok bábok. Abszolút, de a Magyar Orvosi Kamarának, ugye Kincses Gyula vezetője, aki egy politikus. A Gyurcsány kormány alatt államtitkár volt, de Fideszhez is, MDF-hez is közel volt. Tehát egy igazi vérbeli politikus. Igen, és miután vezető. A magyar atlétika is politika, tehát nagyon-nagyon komoly politika van jelen a magyar atlétikában, ezért ott is a oltás, és közben Tokióról hazajött olimpikon futónk, megkapta a friss oltását, és én beszéltem az edzőjével. Magas pulzus, kórház, és akkor betelefonált a szövetségbe, a szakszövetségbe, a gyerekek, hát miért a kiemelt atlétika program most futókat miért kell beoltani, meg egyáltalán bárkit? Hát a gyerek rosszul lett edzésen. És akkor azt mondta a szövetségből egy szakember, nevét nem említem, azt mondta, hogy pihenjen, pihentessétek. Hát ez hogy? Hát sorba lesznek betegek, meg rosszul a sportolóink. A mi csapatunkban lányok szólnak, nem jön meg a menszeszük, eltolódik, másfél hétre újra megjön neki, szenior atléta anyuka, tehát itt fiatal anyukákról van szó. Hív fel engem telefonon sírva, hogy amióta megkapta az oltását, egyáltalán nincs menszesze. És ez csak az, amiről
így beszáll, tehát mi az, amiről még nem tudunk, Laci? Én közben itt mutatjuk a videóban, hogy milyen elképesztő fénykép felvételeket kapunk. Igen. Százával, például menstruációs problémákkal küzdő nőkről, hölgyekről, lányoktól. Ezeket, amit tudunk, mutatunk, amit nem inkább ugye kihomályosítjuk, meg nem Igen. akarom azért mutatni, de borzalmas képeket kapunk, és azt mondják, hogy az oltások mellékhatásaként jelentkező problémák. Ezt mainstream média abszolút elhallgatja. A teljesítmény romlás az meg nagyon szembetűnő. Tehát én mondom, nem mondom ott a szülőknek, hogy mennyire elkülönül, mert vagy támadásnak veszik, vagy elkezdenek félni, az se jó, hogyha elkezdenek pánikolni a szülők, vagy azt mondják, hogy hülye vagyok, vagy kivételezek, de szó nincs ilyenről. Tehát ezt a Facebook videómban is, Laci, elmondtam, hogy nekem mi érdekem az, akár hogy itt üljek, mert félre ne értsétek, tehát hogy nem kapok tőletek pénzt, senkitől semmit, sehonnan, hogy én ezt a Facebookra kitegyem, sőt, még lehet, hogy károm lesz belőle, nem emiatt, hanem amit kiraktam a Facebookra, és az, hogy nyíltan vádolom a Magyar Atlétikai Szövetséget is, hogy beállt a sorba, és nyíltan vádolom azokat az edzőket, akik beálltak a sorba. Esetleg ez nem úgy néz ki, Laci, hogy oda megy a szövetségtől egy ember, és azt mondja, hogy figyelj, XY klub edzője és vezető, itt a pénz. Ez úgy néz ki, hogyha nem állsz be sorba, és ennek hangot adsz, hogy ez így nem jó, akár szakmailag, akár az oltási programból eredő káros mellékhatások, amik a sportolókat érintik, akkor azt mondják, hogy vigyázz, barátom, mert eddig megkaptad az éves 3 milliódat, vagy a 600 ezer forintodat, de jövőre nem lesz ilyen. És én ezeknek az embereknek azt mondom, hogy a magyar atlétikában annyi pénz van, mint még soha. Van egy edző kollégám, akivel szegről végre jó a kapcsolatom, de én is rajta azt kezdem érezni, hogy inkább beáll a sorba. És ez nagyon szomorú számomra. Neki is azt mondtam, gyerekekkel foglalkozik ő is főként, hogy figyelj, ti nem ennyit érdemelnétek, hanem egy nullával többet. És erre szoktam azt mondani, hogy ezek az edzők és klubok és a magyar atlétika nem veszi észre, hogy a szövetség a lerágott csontot dobja oda nekik. Most a lerágott csont lehet 10 millió is, de vannak olyan klubok, akik nem 10 milliót érdemelnek, mert tényleg hozzák az eredményeket, hanem 100 milliót. Mert olyan óriási, olyan műhelyek vannak, hogy, és ezt mondom az edzőknek, hogy amit te is az interjú elején mondtad, hogy minden embernek azt kell megüzennünk minden területen Magyarországon, hogy ne félj. Nekem mondták csapatból is, Laci, hogy Zsolti, nem félsz, hogy bajod esik? Külföldről telefonáltak nekem, Zsolti, nem félsz, hogy bajod esik? És ha valaki megnézi a videómat, vagy megnéztétek, ott benne mondtam, hogy belemondtam őszintén, mondom nektek, hogy engem a Dunába lehet lövetni. Tehát elveheti a magyar kormány, vagy bárki az életemet, akkor is el kell mondani az igazságot, és bármennyire is fáj a szülőknek, esetleg azoknak a szülőknek, akik oltatták a gyereküket szerte az országba, az az igazság, hogy óriási nagy bajban vannak a gyerekeik. Én ezt látom, edző kollégák látják, ezek az edző kollégák nem mernek nyilatkozni. Orvosok kérdezték tőlem a Zoom interjú, hogy nem lehetne, meg más emberek is, akik majd holnap is készül egy interjú velem, hogy nem tudjuk összeszedni ezeket az edzőket. És mondtam nekik, meg mondom is, meg neked is mondom, hogy nem tudjuk összeszedni ezeket az edzőket, mert mind ilyen föld alatti mozgalomként irogat, és én azt mondom az edzőknek, figyelj, gyere, állj mellém, hát a gyermekeink életéről van szó. Közben azt mondom az embereknek, hogy tényleg a Pfizer vagy bármelyik gyógyszergyártó cégnek az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Hát ez kőkemény profit. És tényleg, ha józan paraszt észel az ember belegondol, piramis. A tetején vannak akik tudjuk, hogy kik, és ott vannak gyógyszergyártó ipari cégek, azok ugyanúgy, mint a katonai tendereken. Mint hogy a svédek is lefizették a magyar államot a Gripen vásárlásakor, a leasingelésekor, hát az amerikaiaknak leesett az arcuk, hogy utolsó pillanatig úgy tudták, hogy az F-16-os lesz a befutó. Ugyanez van a gyógyszergyártóipari cégeknél is, hogy zsebbe, és akkor a nagy keretből a magyar állam is oszt le az orvosi kamerába, utána az eljut egész a szakszövetségekhez, tehát ez így, mint egy háló, így terjed ki. Hát ebbe gondoljanak bele az emberek, Laci, hogy ez tényleg így működik. És ezért van az, hogy senki nem emeli meg a hangját annak ügyébe, hogy a gyerekeket ne oltassák be. De én ezeket az embereket,
ha tehetném, és kiderül az igazság, már pedig az igazság ki fog derülni. Egyszer, ha eljön az igazság, ezeket Hágába, a vádlottak padjára ültetném az összes olyan magyar edzőt, aki nem meri nyíltan felvállalni azt, hogy mi történik a sportba, akár a magyar atlétikába. Őket a vádlottak padjára kell 25 évre mindentől eltiltani, be a börtönbe, és bocsánat, de hogy így fogalmazza, ott rohadjanak meg. Elnézik azt, Laci, elnézik azt, én nem. Elnézik azt, hogy gyerekeket rommá oltatnak, és látjuk a sportpályán, hogy állunk, és hullanak ki, nem bírom, összeesik, ott hányja össze magát. Nálunk edzésen nem volt az jellemző, hogy hat gyereket be kell küldjek a pályáról. Rólam, hogyha utánam néztek, én nem az a véreskező edző vagyok. Én szeretem finoman hangolni a gyerekeket majd a versenyekre, vagy a felnőtt életre. Hogy egészséges, ne rommá hajtott gyerekek legyenek, hanem egészséges, erős felnőttek, aztán persze abban majd lehet élsportoló. Ott már tényleg nyomatni kell. De az, hogy egy közepes intenzitású edzésen esnek-kelnek az embereim, és azok a gyerekek maradnak meg, tényleg azok maradtak az egyik edzésen, úgymond hadrendben, akik oltatlanok. Hát látom. Most erre mit mondjak a szülőknek? Óriásit hibáztatok.